Nem kedvez az időjárás a fürdőzőknek, ezért nem is meglepő, hogy szinte üres volt a fehérvári strand. Voltak, akik a fák alatt várták, hogy enyhüljön a szél és az eső, azonban akadt pár bátor fiatal, akik dacolva az időjárással, kihasználták, hogy birtokba vehették a medencét. Hát azért valamennyire jó idő van, és jól esik. Így sokkal könnyebb úszkálni meg minden. Az egyik percben még szikrázó a napsütés, a másikban pedig hatalmas felhő takarja el a napot. Mégis találkoztunk olyanokkal, akik ennek ellenére a tóparton üldögéltek. Mint mondják, nem bánják, hogy ismét hétvégére romlik el az idő. Programot nem terveztem, de én szerintem esőben is lehet sétálni, programot szervezni. Szóval én szeretem ezt a friss időt. Az előbb is esett, és ide leültünk a padra. Attól függetlenül, hogy esett, mi jól éreztük magunkat. Jobb, ha beletörődünk, az elkövetkezendő időszakban hasonló időjárásra számíthatunk. Hidegebb van az ilyenkor megszokottnál, melegedés és felhőtlen égbolt csak a jövő hét közepétől várható. Ezért két front találkozása okolható. Kelet felől bejött egy hullámzó front, ami egyik részről csinálja a felhőket, illetve északnyugat felől meg bejött egy teljesen normális hidegfront, ami pont itt a Kárpát-medencébe találkozott, és ez miatt lesz ez a változékony, hol napos, hol teljesen beborulós időjárás, ami esőt, záport fog okozni. Sajnos megint a hétvégén mindenképpen ilyen lesz. A maximumok lecsökkennek 20 fok környékére. Az előrejelzések szerint több órán át tartó napsütésben csak jövő kettől lehet részünk. A népi kalendárium szerint ez jó hír, hisz ha július 5-én Sarolta napján nem esik az eső, jó lesz a dió és mogyoró termés. Most nincs felhőtlen.